Kovács Judit történelmi regényeinek bemutatóját láthatták április 13-án a Bihari Múzeumban a felvidéki magyarság 20. századi sorsának alakulása iránt érdeklődők. A rendezvényen Korompai Né Mocsnik Marian beszélgetett az írónővel. Pontosan emlékszem, 2007. augusztusa volt, amikor az első interjút készítettem, nagyon idős emberekkel interjúztam. Akkor még nem gondoltam, hogy regényt fogok ebből írni. Összességében 23 személlyel készítettem interjúkat, közel 100 órás terjedelmet haladja meg, vagy éri el az anyag, és ezek a nagyon idős emberek, életkoruk a 71 néhánytól szó szerint a 100 évig terjedt, mindenről beszéltek nekem a rettenetes 20. századból, és valahogy kiválasztódott a második világháború, és azért, mert a második világháborúnak 55 millió halálos áldozata volt, és ennek közel a fele civil volt. Ez egy olyan totális háború volt, hogy elérkezett az én szülőfalomba, a fővárosba, a legeldugottabb kis tanyára is, tehát az egész ország és az egész lakosság megszenvedte. Gondoltam, hogy valamit kezdeni kellene ezzel az anyaggal, de nem úgy, mint a történelemkönyvekben, tanulmányokban, stb. És akkor teremtettem egy fiktív szemét, egy főhős, Somjói Annának hívják őt, egy fiatal lány. Az ő szájába adtam azokat a történeteket, amelyek mind igaz, valós történetek, és végig kísértem a sorsát az első bombázásoktól, a nők megerőszakolásán át, a Málenki robotra hurcolásig. És amikor foglalkoztam, tehát már az interjú készítés során is, aztán amikor írtam a regénynek a fejezeteit, sőt a mai napig az a véleményem, hogy a múltunk megismerése nagyon nehéz, mert sokáig elhallgatott történelem volt ez a szocialista érában, a kommunizmus évei alatt, nem lehetett róla beszélni. Utána eltelt egy emberöltő. Tehát nekünk, akik nem vagyunk közvetlenül szemtanúi, nem voltunk szemtanúi, nem akkor születtünk, ha szembe akarunk nézni a múltunkkal, amely ugye szükséges, meg eléggé divatos, felkapott dolog, akkor vajon milyen múlttal tudunk szembenézni, ismerjük-e? És hallgatva ezeknek az idős embereknek a történeteit, az a kettősség annyira megdöbbentő volt, hogy találkoztam olyan történetekkel, amikor a gettóba, amikor összeszedik a zsidókat, akkor kenyeret visznek be, kóser ételt, arra is figyelnek, hogy kóser legyen az az étel, és akkor segítenek. De ugyanakkor azzal is találkoztam, hogy miután elviszik őket, összegyűjtik a javaikat, akkor egymást ölik az utánuk maradt 12 kis párnahúzatért, mondjuk képtelen dolgokért, meg nyilván az értékesebb vagyontárgyakért is. Illetve olyan történetekkel találkoztam, amellyel egyszerűen nem tudok mit kezdeni. Egy konkrétat, ha elmondhatok. Például, amikor már a front elvonult, és szedték össze Málenki robotra az embereket, a civileket, akkor az egyik férfinek a fiát, a nagyfiát elkapták az oroszok, és ő elment a parancsnokságra, hogy megmentse, kiváltsa a gyermekét. És azt mondták neki, hogy elengedjük a fiadat, ha 10 másikat állítasz helyébe. És ez a férfi elindult 2 gépfegyveres szovjet katonával, és járta a házakat, és ő mutatott rá arra a 10-re, akit elvittek a fia helyett. Senki nem jött vissza közülük. És már valamikor a 80-as években nagyon idős volt ez az ember, és haldoklott, és nem bírt meghalni. És egy valaki, akinek a férjét vitette el, úgymond, még életben volt, és küldetett érte. Ilonka néninek hívták ezt a szemét, és ő elment, és azt mondta neki, hogy mi történt, azon változtatni nem lehet, én helyettük megbocsátok, a lelkével pedig számoljon el maga. És amikor kijött a kapun, akkor meghalt ez az ember. És akkor elgondolkodtam, hogy ha hasonló helyzetbe kerülnénk, ne adja Isten, hogy megtörténjen, hogyan cselekednénk, mert ez az ember a gyermekét mentette, de 10 másikat pedig a halálba küldött. Tehát ez a múlttal való szembenézés, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, de
azok a történetek, amelyeket én a szemtanúktól hallottam és megismertem, ezek nincsenek benne a hivatalos történetírásban, és ezek mutatják azt, hogy ez a múlt, ez kettős. Benne van a hűséges helytállás, és benne van az árulás, a gyávaság. És akkor kérdés az, hogy mit kezdjünk mi ezzel. És én úgy gondolom, hogy a mi generációnk, vagy pláne a későbbi generációk egyet tehet, hogy fogadja el olyannak, amilyen, és ítélni nem ítélhet. A háború utáni Csehszlovákiában vagyunk, és a magyar kisebbség sorsáról, hányattatásáról szól a második regény, Elszakítva ez a címe. Ez egy regény, akárcsak az első, és hangsúlyozom, hogy regény, mert ez egy nagyon szép szerelmi történet köré van építve, és a Benes dekrétumokról úgy gondolom mindenki hallott, de hogy a hétköznapi valóságban mit jelentett az a Benes dekrétum az akkor élőknek, tehát azt jelentette, hogy őket megfosztották állampolgársági joguktól, és ha nem állampolgárok, akkor nincs munkahely, elbocsátották őket, nem kaptak tovább nyugdíjat, az elemi oktatáson kívül nem járhattak iskolába, hazaküldték a középfokú iskolákból, felsőoktatásból a magyar diákokat, nem kaptak egészségügyi ellátást, ennyire hétköznapi dolog, például antibiotikumot. Magyarok nem kaphattak antibiotikumot, meg a németek sem, mert Csehszlovákiában magyar és német kisebbségről beszélünk. Tehát ezt jelenti a hétköznapi életben ellehetetlenülés, nyomorgás, éhezés szó szerint. Ugye teljes vagyonelkobzás, akiknek volt valamiük, elvették, és utána jött ez a teljes jogfosztás, tehát az állampolgársági jogtól is megfosztják őket. És akkor megint csak az első regényhez kapcsolódóan olyan helyzetek teremtődnek, amelyet azt kívánom, hogy soha ne éljünk át. Mert hosszú éveken keresztül belső telepítések, kitelepítések, határon áttoloncolások 20 kilóval, tehát ebben éltek, és rettegtek, hogy ők mikor kerülnek sorra. Szlovák-magyar lakosságcsere, ezeket úgy nagyjából tudjuk, vagy képen vagyunk. És mindezen megpróbáltatások után jön az, a reszlovakizáció úgymond, tehát kihirdetik, hogy ha eltévejedett szlováknak valljuk magunkat, akkor visszakapjuk az állampolgársági jogunkat, és annyi keserűség, nyomor után ismét állampolgárok vagyunk, van munkánk, járhatunk iskolába, kapunk nyugdíjat és egészségügyi ellátást. És mondok egy számot, 750 ezer magyar élt a háború után az akkori Csehszlovákia területén. És nagyon nagy számok egyébként, körülbelül 50 ezret belső telepítéssel kitelepítettek Morvaországba, 90 ezret áttoloncoltak a határon, egyszerűen 20 kilóval áttettek a magyar határon. 76 ezeren vagy 80 ezeren, körülbelül ilyen a létszám, akiket kicseréltek szlovák-magyar lakosság cserével. De a reszlovakizációval 360 ezeren hallották magukat eltévejedett szlováknak. És akkor kérdezem ugyanazt, csak egy másik szituációban, hogyan ítéljük mi meg ezt innen? Úgy gondolom, hogy nem szabad ítélnünk, mert vajon mi mit tettünk volna, ha akkor élünk és egy ilyen helyzetbe kerülünk? A délután folyamán lehetőség nyílt a könyvek dedikálására is.